Az Országos Mentőszolgálat mai Facebook bejegyzése alapján hétfő délután Székesfehérváron történt az az eset, amely során egy háromnapos csecsemő etetés után fuldokolni kezdett, és csak az apa a lélek jelenlétének, valamint a mentők szakszerű telefonos segítség nyújtásának volt köszönhető, hogy nem következett be a tragédia. Az ilyen esetek kapcsán a Magyar Vöröskereszt országszerte szervez különböző képzéseket. Van a szabadátettük 10 másodpercig vizsgáljuk a gyermeknek a légzését. Gyakorlati képzéssel összekötött elméleti oktatást is magában foglaló csecsemő és kisgyermek elsősegély nyújtó előadást rendeztek hétfő délután a Victoria Rehabilitációs Központban. A 4 órás előadás legfontosabb célja az volt, hogy szükség esetén minden résztvevő újra tudjon éleszteni egy kisgyermeket. Olyan mentőtisztek tartják, akik napi szinten találkoznak sajnos ilyen megrázó esetekkel, veszélyhelyzetekkel, ezáltal ők ezeket az előadásokat úgy fogják megtartani, hogy mindenki számára érthető legyen, és világossá tegye azt, hogy mit kell tenni egy szülőnek akkor, hogyha a csecsemővel vagy a kisgyermekkel valami vészhelyzet adódik. Láng Imre, az Országos Mentőszolgálat mentőtisztje többek közt arról beszélt előadásában, hogy melyek a legfontosabb momentumok vészhelyzet esetén. Az az arany 10-15 perc, 5 perc, amíg a mentőautó éppen kiérkezik a helyszínen és elkezdi a szakszerű ellátást, hogy eddig ne essünk kétségbe, és mit tegyen a szülő. Valójában ezek a tanfolyamok ezek erre szolgálnak. A Magyar Vöröskereszt Fejér megyei szervezete folyamatosan szervez képzéseket hasonló témakörökben, amelyekre minden érdeklődőt sok szeretettel várnak. A tanfolyamokról bővebb információt a Magyar Vöröskereszt Fejér megyei honlapján lehet találni.